The belly full man be hungry. A hungry man be a hungry man. Rain a fall but the dance is tough. A bad day you can food and I got dead. The stitch of music and dance. He said it was intense. To jump music and dance. Forget your troubles and dance. Forget your sorrows and dance. Idén február 6-án lett volna 73 éves Bob Merlin, és ennek apropóján egy hatalmas szülinapi bulit tart itt az A38-on, a Ladány Bene 27, és itt is vannak velem Miksáik, szervusztok, üdvözöllek rám az ideget. Hát akkor ez nem igazán akkor azt mondom, hogy egy Ladány Bene koncert, hanem ez inkább egy születésnapi koncert Bob Merlin tiszteletére? Tehát úgy válogattátok össze a számokat? Abszolút, kizárólag Merlin számokat játszunk, és az előzenekar is a három kis bemutatkozó számán kívül ők is a Merlin nótáira állnak. Át, úgyhogy ez abszolút, ez egy régi hagyomány már nálunk. Olyan számokat próbálunk összerakni, amit nem feltétlenül azok a dolgok, amiket mindenki ismer, amik a rádióban régen is mentek, meg a diszkókban, a One Love-ra, Cool Jubi Love-ra gondolok ilyesmikre, hanem a teljes munkásságát egy szélesebb legyező, egy kitárt legyező formában szeretnénk bemutatni. Hát is egy születésnapot barátokkal jó ünnepelni, és ha jól tudom, akkor ti is nagyon sok barátot hívtatok meg. Kik a vendégeitek ezen a szülinapi bulin? A egy szerbiai magyar zenekar, akivel már tényleg a műfaj is összehozott minket már nem egyszer, a Reggae Campen is például, többek közt. Úgyhogy ez a társaság, ez fiatal és nagyon-nagyon azt a képet mutatja, amit mi mutattuk még annak idején. Nagyon nagy lelkesség van, és a műfajért valami elképesztő, hogy mit meg tudnak tenni, és egy érdekes kis ízt adnak, ahol kis szerv ízt adnak a regiükbe érezni azt a szóval érdekes, egy jó tónus, egy nagyon-nagyon kellemes tónus, nagyon jó haverok, nálunk ez nagyon fontos, hogy jó haverok is legyünk, mert különben aztán kész, vége. Tehát nem tudunk csak zeneileg, nem tudunk gondolkodni emberekkel. De a regihez ez hozzá is tartozik, azt hiszem. A regire nem jellemző az, hogy olyanok zenéjenek együtt, akik egyébként nem szeretik egymást. Igen, sok barátot kineveltünk, illetve nagyon-nagyon sok jó társaság vesz körül minket, mióta ezzel a regivel foglalkozunk. Egy-két éve, azt hiszem, hogy 30. Szeretném elmondani még a Szélinger Anna magyar regi műfaj, magyar regi társadalomnak a dívája, úgymond az első számú énekesnője. Állandó partnerünk a Bob Merlin műsorokban egyébként, amikor itt-ott játsszuk ezt a programot, és szintén a Bratika, Hasszú Bratoszín barátunk, aki perkázik, és a Roli, Raul No Portugáliából, idézőjelben, az ő hazája, ő vokálozik, énekel nálunk. Hát akkor tényleg egy nagyon színes társaság jött össze a mai estére. De hogy nem csak a vendégek lemez, ez különleges, hanem állítólag a hangszerelésben is, mert hogy nem akármilyen hangszereken szólalnak már most a klasszikus lágerek? Így van egy ilyen bélyegzőnk, hogy vintage reggae, amikor tavaly játszottunk a Műpában egy koncertet, volt egy olyan koncepció, hogy ez a vintage reggae, ez volt az elnevezése, hogy a 60-70-es évek hangszerein megszólaltatni a saját számainkat, tehát egyéb számokat, tehát abból az időből dalokat, és azon azt kidolgoztuk ott, és itt Hammond orgona van nálunk például, nézők számára kevésbé ismert Wurlitzer nevű zongora, aztán klavinet, és minden ilyen digitális dolgot kivettünk a hangszerparkból, a kis kütyükből, hanem csak analóg, és azok a régi cuccok vannak a színpadon, amikkel például Bob Merlin zenekar, a Wailers is játszott. Hát amin alkotódtak gyakorlatilag ezek a nóták, ezek a dalok, ezek mind azokban a hangszerelésekben fognak megszólalni, ahogy éppen a 60-as, 70-es években. Tehát akkor az eredeti verziót lehet itt most meghallgatni. Ezek nem csak az verzió, például a verzió az mindig... Tehát, hogy megpróbálunk a hangszerelésben is azt a fajta dögöt előhozni, amit a digitalizáció egy picit széttöredezik. Ezek ilyen kis apró érzékekre ható kis felharmonikusok, amit nem is nagyon lehet kifejezni szóban, inkább csak hallgatni lehet, hogy ez olyan különbség nagyjából, mint az, amikor MP3-ot hallgatsz, vagy mondjuk fölteszel egy nagyszerű analóg bakeliket, és gyakorlatilag ez a koncerten érezhetővé válik. A Hammondnak a fantasztikus forgó Leslie-e, a mélyei, a tartományai, azok mind erről szólnak. Hát és akkor egy nagyon jó koncert lesz, ezzel szerintem most már nagyon fájdítjuk azoknak a szívét, akik most jöttek rá, és a tévéképernyők előtt találkoztak azzal a hírrel, hogy már volt egy remek regibuli. De viszont ti nektek is kedveztek, mert hogy lesz egy fantasztikus afterparty is állítólag.
Ugyanitt? Igen, nem itt, de egy aftert szervezünk, mert ez a reggae társadalom, a MAG legalábbis, ez nagyon összetartó társaság, és azáltal, hogy koránra kerülnek ezek mostanában már ezek a bulik itt a hajón, amivel semmi más probléma nincsen, csak nem tudunk hajnalig szórakozni és beszélgetni és kint táncolni reggizenékre, ezért innen átcsoportosítjuk, mert itt egy másik rendezvény lesz 11-12-től, és átcsoportosítjuk a Kuplumba a Király utcába, ez 8 villamos megálló körülbelül, és akkor ott hajnalig a saját Reggae Camp DJ-k, rezidens Reggae Camp szelektorok játszanak Marley közeli és egyéb reggae zenéket, és akkor mi meg megyünk át oda, és ott aztán elérhetők vagyunk, Miksa simogatás, ilyesmi. Fantasztikus, tehát akkor senkinek nem kell búsulnia, mert ha itt nem is kapott el titeket, akkor azért még megtalál az este folyamán a városba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon jó bulit kívánok nektek, és akkor szóljon a reggae. Köszönöm. Can she work it out? No, she knows that the wages out of Venus that wages out to seen as that.